Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 18-áig. Június 14-én eléri a hold Ráhút. Ráhú az a felfele mozgó kármikus csomó, megvilágít valamit, gyakran itt anyagiakról van szó. Ráhú jelenti a változásokat is, egy új irány. Június 18-án új hold van, amikor a nap és a hold találkozik. Ezen a napon jó, ha visszahúzódunk, meditálunk valami felett. Ez az új hold Alnát csillag hatása alatt áll, és Alnát csillag az a bikának a szeme a csillagképben természetesen, és az jelenti, hogy nyissuk ki a szemünket az új hold után, miután meditáltunk valami felett, figyeljünk oda az anyagiakra, és a párkapcsolatban figyeljünk oda arra, hogy mi adja a biztonság érzetét. Hiszen szükségünk van egy stabil párkapcsolatra, lehet, hogy valamit más szemmel kellene nézni. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a park. Ez jelentheti a természetet, vagy jelenti a nyilvánosságot. Mi lesz a nyilvánosságon, azt mutatják a park körül lévő kártyák. Itt látható a nap, az jelentheti azt, hogy valami kiderül, nyilvánosságra derül, hiszen a nap megvilágít bizonyos témákat. A nap láthatóvá tesz valamit vagy valakit, előfordulhat az is, hogy véletlenül találkozol valakivel a nyilvánosságon, sőt, itt a gyűrű jelenti ezt a kapcsolatod. De az is lehet, hogy megbeszélitek ezt, és találkoztok a nyilvánosságon, itt látható a kapcsolat. Amit a fa jelent, ugyanúgy, mint a park, a természetet, vagy jelenti a gyógyító erőt. És a nap ebben az esetben utal az élet erőre. Amit a fa még jelenthet, ha a párkapcsolatról van szó, a biztonság érzetét, ahol le tudtok gyökerezni. A park egy vonalban van a gyűrűvel és ezzel a kártyával, tehát megnézzük azt, hogy mi látható itt. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya rád utal. Fontos számodra a kapcsolat, a természet, vagy szeretnél valakivel találkozni a nyilvánosságon. Te ezekkel a kártyákkal szintén egy vonalban vagy, és megnézzük azt, hogy milyen témák kötődnek még hozzád. Itt a halak utalnak az anyagiakra és az értékekre, de megjelenik itt a felhő, ami azt jelenti, hogy az anyagiakat illetően valami még átláthatatlan. Ami előtted van, az mutatja azt, hogy hova figyelsz oda, mi történik a közeljövőben. Itt a gyermek utalhat a fiatalos kisugárzásodra, jelentheti a gyermekeket is, vagy egy új irányt, egy új lehetőséget, újdonságokat. Itt a gyermek és a könyv, az jelentheti az iskolát, az iskolázást, vagy itt lesz egy új irány, és a könyv jelenti a tudásodat, vagy egy továbbképzést, és itt előre mennek majd a dolgok.
A hátad mögött lévő képek jelentik azt, hogy ott van a közeledben, de te ezt még nem látod. Miről van szó? Itt lesz egy hír, egy levél vagy egy szerződés, és ez a férfi jelenti a te lelki társadat, és odafigyel rád, lesz egy hír, írni akar neked, ez lehet egy új kezdet. Itt a fejed fölött lévő kártyák mutatják a gondolataidat. Itt a csillagok szerencsét hoznak, tehát vannak szép tervek, gondolatok, és a kasza az el tud bizonyos dolgokat vágni, mint például a felhőt, hiszen egy vonalban van vele, el tudja távolítani azt, ami átláthatatlan, de amit a kasza még jelent, amikor valami olyan hirtelen jön, egy meglepetés, és ez szerencsét hoz. Amit a csillagok még jelenthetnek, ez lehet egy spirituális terület, itt vannak a kapcsolatok, szerződések, ami pénzt hoz. És most megnézzük azt, hogy milyen újdonságok várhatóak, mi van még a pénz körül, itt látható ez a ravasz róka, az jelentheti a negatív gondolatokat, és ez összefügg az anyagiakkal, amikor úgy gondolod, hogy itt lesz veszteség, nem hiszel abban, hogy lesz egy stabil anyagi helyzet, de lehet hamisság is, hogy valaki figyelgeti a te anyagi helyzetedet, az is lehet, hogy pénzt akar tőled. És mit mutatnak itt még a kártyák, ami összefügg természetesen a hamissággal és az anyagiakkal? Itt a ház jelenti az otthonodat, a környezetedet, ez lehet a szomszédság is, vagy jelenti a rokonokat. Itt vagy pénz jön a házhoz, vagy pénzt adsz ki, itt lesznek fontos beszélgetések, és előre mennek az események. De ügyelj azért a ravasz rókára, hiszen ez lehet egy negatív gondolat, vagy valamilyen hamisság, hogy valaki kíváncsi a te anyagi helyzetedre, de ez nem marad így, hiszen a kassa elvágja ezt a hamisságot, a kassa elvágja a felhőt is, tehát eltávolodik ez a negatív gondolat, vagy ez a hamisság, vagy egy hamis személy. Itt látható egy új kezdet, az otthonod, és ez a kártya egy vonalban van a képekkel. Itt látható a horgony, jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. Amit a horgony még jelent, az a munka és a hivatás. Itt a ház az lehet egy saját cégnek a kiépítése, vagy munka otthonról is, ami még fontos a munkánál, itt valami még átláthatatlan, megjelenik a hamisság, ez lehet egy hamis kolléganő vagy kolléga, valami nem tetszik itt nekem, itt a munkát illetően, de a kassa segíteni tud, hiszen elvágja ezt a hamisságot, de a kassa el tudja a munkát is vágni, eltávolítani, akkor az lenne egy munkahelyi változás, de itt vannak a beszélgetések, előre mennek a dolgok, ez a munkahelyi változás előnyös lehet számodra, ahol kiépíthetsz valamit, és a gyermek jelenthet egy új kezdetet, egy új irányt a munkát illetően. Sőt, itt még megjelenik a továbbképzés is. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tender Rab!